Sziasztok srácok, egy újabb videóval érkeztem most hozzátok. Ismét én, ismét itt vagyok, ismét KFC. Na mindegy. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas videó lesz, mondanék bármi más, akkor is tovább néznétek, bízom benne. A lényeg az, hogy doppergés, együtt fogok dolgozni a Samsunggal. Mindig imádom, minden egyes videóm az utóbbi időben erről szól. XY nagykövet lettem, együtt dolgozom ezzel, srácok, nem adtam el a lelkemet, de annyira izgalmasak ezek a projektek. Én egyébként grafikusként dolgozom még a mai napig, és imádok cégekkel együtt dolgozni, tehát hogy ez szerintem ez egy ilyen tök jó kis dolog. És a tartalomgyártásra szinte ugyanez, tehát itt is cégekkel dolgozol együtt, bónuszba kapsz egy csomó minden dolgot, és olyan helyekre elmehetsz, ahova amúgy nem. Úgyhogy ez a videó erről fog szólni. Idegileg egyébként tönkre vagyok most így menve, de nem panaszkodni akarok. Isten őriz, srácok, ez itt a béke szigete. Mert fel kellett vennem a három videót, na jó, kettőt, ez lesz a harmadik, és most egy órán van, hogy én elkészüljek, hogy felvegyem ezt a videót. Ugyanis, együtt fogunk elmenni a Samsung eseményére, az Unpacked eseményre, és miért jó az Unpacked, vagy ha esetleg nem tudnál erről az egészről, minden évben van egy ilyen esemény, ahol a Samsung bemutatja a legeslegújabb eszközeit, de tényleg, ez ilyen behind the scenes, amúgy nem, mert mindenki egyszerre fogja nézni, de a lényeg az, hogy ezt együtt fogjuk megnézni, el fogunk menni, és a legjobb rész a Lupa Beach-el lesz, amit amúgy imádok, és ezek szerint a cégek is nagyon szeretik, mert non-stop oda járnak ilyen eseményeket szervezni. Egyébként hadd kezdjek el lenni, mert kiesik a szemem. Akkor egy gyors haul videó, jó? Tehát, hogy KFC-től rendeltem ismét. Lassan egyébként tényleg szponzorálhatnám, mert ez pusztít, amit itt művelek. Kitaláljátok? Komment szekcióban írjátok meg, hogy mit rendeltem. Pokeballt. Tehát Pokeball, ez a héten a 10. Pokeballom. Kentucky Fried Chicken. Yeah. S22 Ultra, ami egyébként itt van. Őt már egyébként 2 hete tesztelem. Meg kell mondanom, amúgy szeretem, szóval erről majd egy kicsikét részletesebben fogok beszélni. Egyébként így néz ki. Thank you. Very big, very big. Ez fehér, ez fekete, ez fehér, ez más színűek. Fehér, fekete, de az életem fehér és fekete. Micsoda izéket mondok itt, tolok ilyen bölcsességeket. Sponsor my life. Minden nap. Amúgy minden nap ilyet eszek sajnos, ami nem biztos, hogy jó, viszont de, ez jó. Szóval ez a videó erről fog szólni, hogy mennyire jó a KFC Pokéból. Nem. Szóval arról fog szólni, hogy elmegyünk közösen erről az Unpacked Samsung eseményre. Minden, ami ott van, az egyébként nekem is újdonság, szóval semmit nem mondtak el. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek. És képzeljétek el, srácok, hogy a doktor úr András barátommal fogok elmenni erre az eseményre, aki hamarosan itt van, értem, úgyhogy el fogok most készülni. Találkozunk hamarosan. Sziasztok! Nem férek bele. Na sziasztok srácok, most tényleg literálisan 10 percem volt elkészülni, hát meg is lett az eredménye. Tehát mutatom, hogy hogy nézek ki. Beleolvadok a falba, bele se félek a képbe. Van rajtam egy ilyen fehér póló, egy nyaklánc, egy kék bandan, ami szürkének tűnik, ez a napszemcsi. Kiegészítők, fekete táska, egy farmer nadrág, illetve egy papucs. Úgyhogy nem tudom. Engedjük ezt el, jó? Késésben vagyok, sietnem kell, vár rám az Andris, szóval találkozunk a Lupa Beach-en. Sziasztok! Azért ezt így még megmutatom, tehát ez a farmer nadrág, Birkenstock kombó, ez így pusztít. Nem, tehát nem. Nem tudom, miért ilyen kaotikusak egyébként a vlogjaim. Szerintem lehet az egész életem egy kaotikusság. Majdnem leejtettem a kulcsot így az erkélyen. Vagy tudjátok, így kijössz, és akkor ott van egy kis rés, és előtte megállt. Ilyet se láttam még amúgy, pedig már sok mindent láttam grafikusként, de ez jó, ezt. Itt vagyunk az autóban, nem késtem, azért ez nagy szám. Egy perccel előbb odaértem Andráshoz, itt van most ő a sofőröm, és ő lesz a mai bajtársam, szóval most irány a Lupa Beach, ott találkozunk. Na srácok, meg is érkeztünk, itt vagyunk a Lupa Beach-en. Nézzétek, mennyire király, imádom ezt a helyet. Itt látható a mai program, úgyhogy hamarosan kezdés. Addig viszont megmutatom nektek, hogy hogy néz ki ez a hely, mert szerintem brutál jó. Ezt figyeljétek, srácok. Nagyon-nagyon fúj a szél, de amúgy ez most nem is annyira probléma. Nézzétek, mennyire király. Kis private beach. Viszont Adrián most nincs sajnos itt velem, és amúgy megmondom őszintén, hiányzik egy picit a bolond feje. Otthon van, mandulagyulladással vergődik. Úgyhogy innen is üzenem neki, hogy kitartást, jobbulás. Viszont itt van velem Andris, aki most még bent van. Hamarosan kezdődik az esemény. Izgalmak vannak nagyon. Így azon gondolkoztam, nem tudom, hogy ez így normális gondolat, hogy így beugrok. Történne szerintetek, gondoljatok bele, hogy így random beesnék ide. Praktikus információval ellássalak titeket. 3-kor fog elkezdődni a livestream. And reflecting,
a dynamic way we live today. Ez csak egy videó. A smartphone that unleashes freedom. Várjuk a bejelentést, az új termékek bejelentését. Engineer. An entirely new way to think about yourself. Amúgy lehet, hogy figyelnem kéne, csak most az a baj, hogy nem nagyon látszik a kijelző. De majd úgy is meg tudunk minden magyarul, szóval. Amíg tart az esemény, addig gondoltuk, hogy iszunk egy kis mojitót. Nagyon-nagyon jól néz ki. Let's do this. És itt van az itallap, de hát én végig mojitót ittam, szóval nem nagyon nézegettem. Isn't it remarkable how much the Flip elevates how we use our smartphones? FlexGame brings amazing ways to capture selfies too. Ez nagyon jó. Station experience extends to the inside of our Galaxy devices. Ezt tartom a legjobb másikától. Oh, 1-2-3, narráció következik, ugyanis copywriter zene szólt a videó alatt, itt láthatóak egyébként a készülékek, megjöttek az órák, az új foldable készülékek is, imádtam egyébként, nagyon-nagyon szépek voltak, itt láthatjátok az új flagshipet, a Galaxy Z Fold 4-et, OMG, ezt a szín nézzétek, egyébként ez egy ilyen zöldes árnyalat, egyszerűen fenomenális. Doktor úr egyszerűen odáig volt érte, mint egy nagy gyerek, imádta az egészet, és akkor elérkezett a pillanat, amikor megfoghattam az új szerelmemet, a Galaxy Z Flip 4-et. Srácok, ez, csak nézzetek rá, egy ékszerdoboz. De persze az összes készüléket végigtapicskoltuk, megnéztük, ez éppen egy Galaxy Z Fold 4 ebbe a gyönyörű pezsgő aranyszínbe, wow! És Dominik megkapta az ő készülékét, szóval én következtem. Képzeljétek el, hogy vége van a streamnek. Találkoztam. Bemutatkozol? Hey, Dominik vagyok. Igen, ide rakom az Instagramját, hogy ismerjétek meg. A lényeg az, hogy most át fogom venni a készüléket, ő már megkapta. Büszke Samsung tulajdona. Szóval most át fogjuk venni, és nagyon izgatott vagyok. Minden nap egy karácsony. András is átveszi a készülékét. Nagyon boldog, mint egy kisgyermek karácsonykor. Beszoktam így cringe-elni az összes videóm tiszta cringe-elni. Már veszem, nyugodtan ja, nyomjam. Egy gyors, igen, srácok, ez a videó egy kicsikét furára sikeredett, nem a hölgy miatt, aki zavarba volt tőlem, hanem azért, mert mindenhol copyrightos zene szólt. Most fogom aláírni a szerződést, srácok, és egyébként kék színű lesz a Z Flipem, és 2 darabot fog kapni. Úgyhogy bevágtam nektek egy csomó ilyen izgalmas kis zenét. Hát nem aranyos ez a srác, most kapta meg élete első kihajtható telefonját. Kis srácok, nem hiszem el, itt van a készülék, bontsuk is akkor ki. Mehet? Itt van rajta a nevem. Így néz ki a doboza. OMG. Látjátok milyen szép és milyen szép vékony? És hogyha ráülsz, akkor nem törik el. Na gyerekek, is megérkezett a food. Ezt figyeljétek, minden egyes ilyen eseményen bőségtál, pizza, pizza szelet, kanalak és kések. Nézzük meg az elsőt. Ezek mind diétásak, ugye? Ezt nagyon szeretem, ez bulgur. Sali, másik se, ez kószó, nagyon jól néz ki. Na hát ezt nyilván otthon akartam bekapcsolni, viszont én nem bírok várni, szóval most bekapcsolom ezt a szépséget. Nézzétek, mennyire szép. Ja, és amúgy egyentelónk van, ezt erre most jöttünk rá. Yes! Na hát, srácok, bekapcsoltam a készüléket, ezt figyeljétek. Ez a kék szín, ez brutál jó. Ja, és by the way, megy az outfitemhez amúgy. Csak úgy mondom. A bandanámnak ugyanilyen kék színe van. Egy kézzel becsukom. Thank you! Azért ez vagány. Azért ez vagány. Mit gondolsz, mennyire vagány? Kurva jó! I love it! Kreativitás, level 220, tehát hogy így, na. Hogyha van egy ilyen baritók, akinek ugyanolyan telója van, ilyeneket tudtok csinálni. A második kör, mojito. Mojito, mojito, hogy kell kimondani? Szerintem mojito. Mojito. Elnézést, ezt most fel kell vennem. Igen, igen, igen. Megy a bandanámhoz ez a telefon. Nagyon szeretném, imádom. Nem, nem. Nem működök velük együtt. Hagyjon, felejtsd el ezt a számot. Ismét a narrátor vagyok, sziasztok! Látjátok ezt a gyönyörű készüléket, ahogy mögötte a Lupa Beach? Egyszerűen fantasztikus. Wow! Elérkezett az étkezés ideje, amit most egy kézzel fogok abszolválni. Szerintem, ez nagyon jól néz ki. Egy ilyen pizza szeretet fogok, ami amúgy 2 lesz. Yes.
úgyhogy ezt most bebúrom. De nézzétek, már megérkezett a többi étel is. Hú, ez nagyon jól néz ki, ez micsoda. Jó, tehát ilyet még fogok enni. Akkor van ilyen is, csilis mézes csirkemell. Jó étvágyat nekem, étkezés folyamatban van. Egyébként valaki nem várt meg az étellel, úgyhogy egyedül fogok enni. Hát én már benyomtam. Jó étvágyat kívánunk nekem, köszönöm. Na, bevágtam a kajámat, és most itt halljátok, van mögöttünk egy műhely. Egy esztergályos műhely, ezt úgy hívják, barkács műhely. Telefontartót fogunk csinálni fából. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, ez a következő állomás. Utána pedig sminkelni fogunk parti sminket. Na gyerekek, barkácsolás előtt csinálunk egy ilyen 3D-s, nem 3D-s, nem tudom, egy ilyen képet. Tudjátok, van ez a gép, ami így forog. Ez. És csinálunk most egy képet, és utána fogunk menni barkácsolni, mert nagyon-nagyon sokan vannak most, mindenki azt akar csinálni. Úgyhogy yes. Na várj, és akkor magyarázz. Confused, very confused, teljesen confused a srác. Ő lesz az első, utána jövök én. Megnézzük, mennyire lesz cringe. Ennyi. Szerintem te jó vagy ebben. Miért érzem ezt? Talán. Megnézzük most a képeket. Mindenki ezt fogja nézni. Ez kép vagy videó, vagy ez egy ilyen bumerang-szerűség, nem? Egy bumerang, aha. Aha. Ez elég jól nézett. Samsung promóter lettél, nagyon vagány. Jó. K***ba jól nézel ki. Elnézést, elnézést. Már nagyon rég voltam ilyenben. Hát szerintem... Igen, elrontott. Szerintem nem. Pont az lényeg, hogy a kamera mozog és nem én. Nem szabad közben mozogni, most jutott eszembe. Bumerang közben? Igen. Hát nem. Hát én mozogtam. What? Te mozogtál? Én mozogtam. Neked tök jó lett. Véremben van az. Amúgy annyira nem rossz. Az teljesen jó lett. Anyways, nem a életem videója, de nem baj. Ilyen is kell. Doktor úr is celebkedik. Eljött az idő, srácok. Én leszek most kisminkelve, remélem nagyon-nagyon jól fog kinézni, úgy mint a Dominiké, és utána pedig megyünk fagyit enni, mert van ilyen Anzsuna kitelepülés. Jól hallottátok, Anzsuna, nagyon-nagyon fincsi fagylalt, jégkrém, oda fogunk utána menni, szóval sminkelésre fel! Rakunk rá szíveket is, jelenleg így néz ki, srácok, úgyhogy hangosabban beszélek, hogy ne kapja a copyright strike-ot a zene miatt, szóval yes. Megkaptam a csodálatosan csillogó kék szíveimet, nagyon-nagyon boldog voltam, és a kamera is nagyon imádott, wow! Srácok, írjátok meg kommentben, hogy tetszik a sminkem. Személy szerint nekem nagyon tetszett, szerintem nagyon jól néztünk ki. És elérkezett az Anzsuna stand, ahol megettük és felfaltuk a finomnál finomabb jégkrémeket. Ezzel a csokis mogyorossal kezdtünk, fenomenális. Ha ettetek már Anzsunát, akkor pusztít. Nagyon finom. A fagylaltozás után pedig, de idegesítő hangom, szóval utána volt egy kis bulika, szintén copyrightos zenével, de a DJ nagyon-nagyon ügyes volt. És elérkezett a barkácsolás. Eljöttünk barkácsolni, de szerintem már nincsenek itt. Hello! Lehet még esetleg barkácsolni? Nagyon jó, hát akkor jöttünk barkácsolni. Úgy de vagány. Még végre ide is értünk. A másik fun fact egyébként, hogy én asztalos családból származom, szóval ezek a gépek nem idegenek tőlem. Ezt nem tudtad, gondolom. Nektek is új, igen, amúgy úgy fogta a szerszámokat, mint a sose látott volna még ilyet. Úgyhogy most én is el fogom készíteni, ez egy fa telefontartó, vagy nem tudom pontosan, szóval let's do this!
csinálja, hogy nagyon-nagyon sima lesz a fának a felülete. Csiszológép. Ez megvan akkor neked, hogy az élmaró? Hát... CNC-t használtam, de csak meg kell nyomdom, szóval ezt annyira nem, de igazából ugyanis sem nyilván. Na srácok, elkészültünk, itt a final product, belerakom, és kész. Azért ez nem semmi. Thank you. Ha nyár, akkor jégkrém, szóval megettük a 15. jégkrémünket, ezúttal egy epres mangósat, nagyon-nagyon finom volt, nyami. És utána egy kicsit bódult állapotba elkezdtünk táncikálni és bulizni, szóval nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. És a narrátor Patrik be is fejezte munkáját. Sziasztok srácok, nekünk lassan véget ír az esemény, a többiek még tombolnak, viszont mi Dominikkal itt ül. Megyünk tovább bulizni kicsit. Izgatottan várom, nagyon-nagyon jól éreztem magamat, és holnap még be fogok jelentkezni, és megmutatom nektek otthon, a biztonságos helyemen a termékeket, kicsit beszélünk róla, úgyhogy még nem köszönök el, de örültem, hogy eddig végignéztétek a videót, szóval találkozunk holnap. Nem. Sziasztok srácok, ismét én vagyok, de ugye ki más lenne ez az én YouTube csatornám. Itt a kezemben láthatjátok a Samsung Galaxy Z Flip 4-es szériát. Yes, ez egy hajlítható készülék. Oh my god. Erről a készülékről fogok csinálni még videót, ha esetleg érdekel titeket, akkor írjátok meg kommentbe, illetve iratkozzatok fel. De most nem fogom tovább húzni ezt a vlogot, mert így is nagyon hosszúra sikeredett. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy végignéztétek, hogy ennyien szerettek, illetve köszönöm a Samsungnak, hogy elhívott erre a csodálatos eseményre. Nagyon király volt. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kövessetek be Instagramon is, TikTokon is, írjatok e-maileket, szeressetek, sziasztok! Találkozunk a következő videóban!